Üdvözlök mindenkit, hát közvetlenül horda után vagyunk még, hát ilyen meg kisebb pakoltam, még álltam meg csak fent. Ja, még a várat, hát igen, ami hát mi is történt legutóbb, mégis a nagyon nagy dolog nem történt, de azért meg kell majd javítani a várat, hát egy picit, de hát ugye belefér. Ezt lehet, hogy majd ezt a létrát is felfejlesztjük, mert ez ugye cobblestone-ból van, és hát áthánynak a falon, és hát ez sokkal sérülékenyebb. Na mindegy, szóval azt majd lehet, hogy mert innen mindenkiért, hát erről jöttek nagy részt én szerintem, mert onnan is. A másik két oldalot nem, az út úgy nem volt semmi. Na úgyhogy jó, de ezt még ráírunk ezt csinálni, hanem ó, motorozzak már innenki, hát ez annyira, annyira jó, nem? Ó, tök jó. Azt nem is tudom, hogy lehet, hogy ezt lehet nyitva kéne hagyni. Bemenne oda zombi vajon? Az a baj, hogy kinézem, hogy bebóklásznak oda. Lehet, hogy azért nem jó nyitva hagyni. Csinálok már egy gyors kirámolást innen. Jó, van egy kis sérülésem, de az nem nagyon zavar, mert eleve nem is, nem gyalog megyek már mindenhova, de mondjuk megnézem, mert ugye ezek a fajta, ezek ilyen random kap az ember ilyet, tehát nem, a HP az igazából nem könsebben megy le, nem ez a kérdés, hanem hát egy rendőr rám hány, és akkor lesz ilyen térsérülés, hát ezek nagyon fura dolgok. Na, gyorsan kihaigálom már, ami van. Egy kis... Már csak egy kis réz, ja nem, meg már csak egy kis homok, meg már csak egy kis kő, de tényleg most már kész. Na jó, és akkor gyerekek, az a helyzet, hogy megnéztem. Múltkor beszéltem róla, ez hogy áll? Ja, ezek meg megnőttek. Ó, ez mi, mindjárt leszedjük, aztán megnézzük, hogy mennyi zseton van ebből, mennyi pénz jön össze egy ekkora kertből. Na viszont, hát megnéztem, hogy volt egy airdrop, és ez annyira, ugye az nem, mert az kincsásás, ami arra fel van, volt itt egy airdrop, és megnéztem, és hát van az a rész, amikor azt hiszem a farkasokkal táncoló a címe, és itt, hát akkor is itt jöttek a farkasok, itt öltem őket, de már minden bajom volt, mert mindig csak jöttek a farkasok, és akkor jött nyugati irányból, jött egy airdrop, és látni most se látszik, és majd elindulunk nyugati irányba, valahol nyugati irányba van, és nem tudom, ez az airdrop kérdés, hát ez azért csak megér egy-két mondatot, amíg odaérünk, nem tudom milyen messze van, tehát most így elindulok nyugatra, aztán nem tudom mi lesz. Egyszer csak elvileg megjelenik a füst is, meg megjelenik a bent a W környék körül, meg kéne jelenjen majd. Szóval az érdekesebb az egész airdrop dolog, hogy ezt lehet a menübe állítani, hogy látható legyen az airdrop, vagy ne legyen látható az airdrop. Hogyha azt állítjuk be, hogy a bocsi, hát nem odafigyelek, hát én azt nézem, hogy megjelenik-e az airdrop. És az érdekes, hogy azt be lehet állítani, hogy mondjuk annyit lássak, hogy ott, tehát hogyha azt mondom, hogy ne látszódjon az airdrop, akkor annyi, hogy jön az airdrop, így esik lefele, hát hogyha távolról én azt tegyük fel, meglátom, akkor látom, hogy esik lefele az airdrop, és de már amikor leesik, azt már onnantól kezdve ott van. Ó, úgy elmentem mellette itt. És vízbe esett? Hát az életben nem találtam volna meg. Beesett a vízbe. Na szóval, és ez nem tudom milyen messze voltam tőle, de 150 méter vagy valahogy. Na és hát, ugye most gondoljátok el, hogy az ember egy küldibe van. Jó, mély lesz a víz, remélem. Jó, nem baj, akkor is lemegyünk érte. Itt van, itt van. Hát ezt az életben nem találtuk volna, ha csak úgy... Ha csak úgy keresnénk, ugye, mellett ezt még... Na, és... Tehát ki lehet kapcsolni,
és akkor tényleg nem nagyon látszódik, akkor csak annyi, hogy ugye látszik, hogy éppen esik le, de mondjuk tegyük fel, hogy küldibe vagyok egy házba, nem tudom elhagyni a küldit, mert akkor hibás lesz a küldi, stb. Minden, és viszont leesik, akkor így nem látszódik a térképen, mint ahogy mondjuk az a kincs, mint az előbb is ez látszódott, hanem, tehát, mert ugye ez egy beállítás. Na most, hogyha viszont alapesetben látszódik, azt hiszem az alapeset talán, hogy látszódik az airdrop, és na de akkor is csak úgy látszódik, hogy amikor nekem is ugye annyi volt, hogy aznap, amikor esett le, akkor látszódott az airdrop, ott mutatta is, mint most a kincsnél, de a kincs az ott marad, látjátok, az másnap is, harmadnap is, vagy mit tudom, az ott marad, az airdrop viszont aznap ott van, de kilép, az ember visszalép, akkor már nincs ott az airdropnak a jelzése. És ez akkor a szivatás különben. Tehát én is nem véletlenül volt ez a múltkor, amikor itt mentem. Hát ez ugyanaz a történet, hogy már itt voltam a városnak a, nem tudom, közepe, vagy nem tudom hol, és akkor oda esett le, és nem akartam már visszamenni érte, mert akkor megint elmegy a csomó idő, meg minden, mert a trader körúton, hát bezár a trader. Tehát amikor az ember időhöz van kötve, és nem akar arra fele menni, mert hát idő, az idő, ugye bezár a trader is, vagy éppen nem tud elhagyni tényleg a házat, mert éppen lootolod, és a küldi miatt nem hagyhatod el. Na mindegy, és hát ezek olyan dolgok, hogy tehát így megnehezítik, és nem nagyon értem igazából, hogy miért kell annak onnan eltűnjél. Tehát nehezen tudom azt elképzelni, hogy mondjuk oké, nem megyek el egyért, mert most tényleg nem mentem el azért, amit ott az előbb bejelöltem, vagy nem mentem el ezért, mondjuk lenne kettő, lenne így a térképen, és ez engem miért zavarna? Nem hiszem, hogy 15 lenne, hogy jaj, minek van ez a 15 airdrop jelzés, mert hogyha engem nem érdekel az airdrop, akkor kikapcsolom, és akkor nem látom, de úgy normálisan érdekel az airdrop, tehát nem hiszem, hogy ott lenne tényleg 15 airdrop, tehát... Szóval ezt így nehezen tudom elképzelni. Na mindegy, szóval igazából nem nagyon értem ezt az egész koncepciót, hogy ez úgy miért tűnik el, de eltűnik, és hát így. És hogyha valójában nekem is egyetlen egy szerencsém van, az egy szerencsém van, hogy hát videóztam, mert hogyha az embereknek a kis százaléka játszik úgy mondjuk ezzel a játék, vagy bármi, vagy éppen videózom közben, és éppen még meg is van, mert feltöltöttem, és nem töröltem. Tehát, hogy igazából ez volt az egy szerencsém, mert hát láttátok a múltkori részben, amikor jöttem vissza még Horda előtt, hát én tökre máshova gondoltam. Én ugye, hogy van ez az út, ugye itt valahol jöttem, és én valahol ide satszoltam, mert itt is van még bejelölve, mert errefele jöttem. Holott, szóval nem emlékeztem már, hogy én itt voltam a városban, és akkor jött az airdrop, és úgy nyugatfele, mert nagyjából az irányt, hogy nyugatfele van, azt úgy nagyjából vágtam, de nem, hát itthon voltam, és úgy nyugat. Szóval ez tényleg csak ebből az egy dologból tudtam én is, hogy hát ott volt a videón, és ezért az egy dolog miatt tudtam, hogy hol van, de amúgy egyébként nem tudná az ember. Tehát most már kénytelen vagyok, tényleg az ráállok arra, az egy hát hülye dolog, de most már tényleg nem tudok mit csinálni, mert hogyha ilyen esetben, hát ez nagyon ritkán van ilyen, de ilyen esetben, hogyha ilyen lesz, hogy mondjuk jön egy airdrop, és nem tudok érte menni akkor, ugye másnap meg már nem fogom látni, tehát akkor tényleg azt kell csináljam, hogy úgy, mint ahogy amott, szépen bejelölöm a térképen, hát idéglenesen, mert ezt ugye lehet majd, ha megtaláltam, akkor ugye törlöm azt a bejelölést, de hát muszáj bejelölni, basszus, mert hát nem tud mit csinálni az ember. Ha szeretné, még megtalálni, mert hát azért most vannak benne jó könyvek, hát voltak olyan verziók az évek során, amikor alig adott valamit az airdrop, nem volt ennyi könyv eddig, mert ez ugye most az Alpha 21-en jött be, hogy ennyi rengeteg sok könyvet kell olvasni, de hát eddig nem volt ilyen, tehát volt benne
két konzerv, hát már a játék elején lehet, hogy az mondjuk sokat ér, de azért már egy idő után, amikor az ember mondjuk pörkölteket eszik, és sokkal jobb menni, de már nem, akkor már tényleg az van, hogy airdrop, hát nincs benne semmi jó, és nem mész el az airdropért, tehát akkor már, de most azért megéri elmenni érte, mert nem azért most ad könyveket, és még most nekem is van mit olvassak, szóval azért. Na nézzük, ez mennyi pénzt tudtam így leszedni. Hát durván 30 ezer jött le, plusz még jött mag. Hát mondjuk ebből, azért mondtam, hogy beindul egy kicsit a pénzjártás, mert na most ebből nekem nyilván egy részében még magot kell csinálni. Megnézem, hogy van-e itt még magom, mert már nem tudom, de hát elképzelhető, hogy nincs. Mármint, hogy én most ilyen szuper kukoricamagot kerestem, de nincs. Hát képzeljétek el, olyan meglepetés ért, tegnapi napon történt, pont szerveren játszogattunk egy kicsit, és képzeljétek el, hogy airdropba, benne volt airdrop a könyvek között, ott volt a szuper kukoricának a könyve. Tehát, hogy vannak ilyenekre is esélyek, csak hát ugye ilyet most nem tudom, játszunk egy jó ideje, meg kinyitottam már jó pár airdropot, de szóval nem találtunk, és szóval nagyon nagyon érdekes a dolog, hogy hát elvileg létezik, csak hát ugye annyira kicsi az esély rá, hogy hát azért azt most nem számoltam ki tényleg, hogy mennyi, azt sem tudom, mert milyen széles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 széles. 6x16. Nem számoltam ki, most addig beszéltem, hogy általában kiszoktam számolni, hogy mennyi mag kell, most úgy hasamra ütöttem. Aztán amikor emlékszem ezt a mondást, hogy hasamra ütöttem, és akkor mondok valamit, ezt emlékszem még óvodás koromban, mert igen, én is voltam óvodás. Nem felnőttnek születtem, képzeljétek el. Voltam óvodás, és emlékszem, hogy hallottuk ezt a mondást, hogy hát ez így működik, hogy nem tudom, csinálok 20-at, nem tudom mennyi lesz. Lehet, hogy nem kell lenni. És akkor olyat játszottunk, hogy hasonkra ütöttünk. Nem lehet, nem kell annyi, ebből megpróbálok. Kell ennyi? 3, 1, 2, 3, nem, már csak egy utolsó, egy darab kell. Hát nem akarok többet csinálni, most minek legyen ott a ládába, de oké, akkor pont megvan. És akkor most megnézzük, hogy mennyi maradt amúgy ezek után, hogy ezt meg is csináltuk. Mondjuk így is 17.600. Igen, hát a magok miatt, mert a magok elvitték azért. Adott gombaspórát? Adott, de kis rendes. Na, jó van. Most azt megnézzük, hogy mennyi pénz. Jó, oké, tehát azért 17.600, meg hát nem is igazából az ember venne egy ilyen kis cukorkát még, tehát hogyha én nagy pénzeket vásárolok, vagy eladok, ugye nagy pénzek, akkor megéri venni pár száz pénzért egy ilyen kis cukorkát az automatából, és akkor akkor hát az nem is tudom, 20%? Talán nem tudom, az elég jó pénzt rá tud hajítani, és akkor sokkal többért tudom eladni, meg hogyha esetleg drága dolgot teszek, akkor sokkal több pénzért vagy illetve kevesebb pénzért tudok vásárolni. Na, azt megnézem, hogy mennyi pénz van. Hát itt most ez 32 000-et ér. Azért nem akarom még eladni, mert ezen még ebből elvileg megvesz bármennyit, azt hiszem, mert ugye általában különféle tárgyakból, amikből általában 3-at vesz meg egy trader egyszerre, aztán azt mondja utána, hogy nem érdekli tovább, de ebbe elvileg te lehet neki adni egy stacknyit is, vagy bármit, szóval ezt megveszi. Úgyhogy ezt annyira nem sürgős még eladni, de minden esetre, tehát egy néhány, hát néhány kört azért csinálunk belőle, tehát most hagyjuk, hogy teremjen, most ez majd megint teremni fog, meg megint, majd meglátjuk, mert ugye ennivaló alapanyag van bőven, de igazából még ennivaló is, bár lassan majd lehet, hogy megint kell majd kaját csinálni.
Azt meg is nézem, hogy... Mert én szerintem ilyen hobo stew-t tudok csinálni, mert hát ugye a múltkor még állandóan csináltam a farm potokat, és kellett ez a rothadt hús, de hát most már van belőle, itt van 806, tehát tudnék rengeteget csinálni. Víz, se hiszem, hogy most nagy, abból is van 100, tehát hogy gyakorlatilag tudnék rengeteg sokat csinálni belőle. De miért is ne csináljam meg, nem? Akkor ki is vesszük a... Itt van kukorica, burgonya, van egy kis zsír, van egy kis víz, nem is tudom, hogy kell-e még valami, nem kell más. Akkor megnézzük, mennyit tudok csinálni. Hát százat. Mi a probléma, ami miatt százat tudok csinálni? Ja, hát még ilyen rothatus. Na de százat csinálok, és oké, tehát ezzel hát ezzel el lesz egy darabig, de nem baj. Jó, hát majd még hozunk haza, úgyhogy ez nem érdekes. Csak most már így, és rengeteg sok kukorica maradt, zsír is maradt. Hát most, ha csinálok 100 darab ilyen hobó pörít, hát ezzel el leszünk egy darabig, kell egy kis fa bele. Most már, hogy ez kikapcsol, nem kell annyira számolgatni, úgyhogy én dobok is bele, ez úgyis, hogyha befejezi, akkor... Hát ez 313 perc, nem számolom ki, de az... Ez egy pár órán keresztül el fog itt motyorékolni nekünk. Ezek mennek? Valami hiányoznak. Jó. Oké, hát ennek is kell, hogy... Oké, annak is kell, hogy menjen. Hát vasat még azért dobok ide bele egy kis vasat. Ebbe meg mit dobjak? Abba, akkor hát vissza az egész. Ebből kiveszem a vasat, már átteszem amoda. Itt meg elkezdek olvasztani ilyen. És akkor ebbe meg még megy a vas. Jó, hát akkor az ólom az meg még egy kicsit. Az ólom az még vár magára. Mennyi lőszerek annak nálam? Ja, hogy ilyen lőszer is van, 762-es, az nem kell, az csak ott, az véletlenül lett nálam így lootból. Jó, az most már nem kell. Na, jól van, és akkor viszont elkezdenénk egy olyat csinálni. Hát ez a lábsérülés, ez már úgy látom, ez magától el fog múlni, én ezzel már nem is akarok foglalkozni nagyon, hanem kiveszek magamhoz 3 ilyet. Akkor van nálam 3 ilyen. Ó, még van 3 farm plot blokk. Mindegy. Az most nem akarom elásni. Az úgy... Hát most oda tenném valahova, az olyan... Hát abból sehogy nem lenne ki egy sor. Úgyhogy... Jó. Majd lehet azért csinálunk még, hogy nagyobb legyen a kert, mert hogy még több pénz jöjjön, mert így akkor 17, vagy tegyük fel úgy... úgy számoljuk, hogy úgy... nagyjából egy 20 ezer pénz marad egy kert után. Hát végül is lehet, hogy elég. Lehet, hogy elég az is, ha úgy belegondolunk. De azért úgy, mondjuk, hogyha kerül 50-60 ezerbe egy ilyen solar cell, hát jó, hát akkor is végül is. Hát én szerintem már így a pénzgyár akár így is elég. Mert az a baj, hogyha túl nagy kertet csinál az ember, akkor egy idő után már nincs kedved leszedni, mert annyi anyag, annyit terem, hogy már utána akkor az a gond. Tehát mindegy, szóval lehet, hogy marad ekkora, és akkor nem érdekel tovább. Na, tehát ezeket kivettem, és azon gondolkozom, hogy is lesz még, mert ezt alulra, igen. Akkor kell nekem csinálja a generátorbankot, de az nincsen még. Jó, először úgyis ezeket kell elhelyezni, úgyhogy... Ja, hát meg upgrade-elnem kell nagyon sokat, melyik úgy is állunk, mert szerintem van rengeteget, 8000. Hát, hogyha én betonnál felupgrade-elem, akkor ezt ki szeretném próbálni. Ja, de várjátok, ilyen, ez is fog kelleni. Jó, akkor
Akkor csinálunk még, mert... Ja, nem kell. Ja, de. Nem kell. Ja, de. Nem. Hát igazából ez már most cobblestone, tehát nem kell cobblestone-ból több. Ez maximum akkor kell egy kevés, hogyha javítani kell. Jó. Javítani kell, illetve... A fát meg majd vágok még, ott is van körülötte fa. Nem gondolkozom, hogy tényleg mi kell, de hát főleg a beton kell, és akkor betonnál azt ott feltoljuk majd. Jó, és akkor csinálunk majd egy generátorbankot, azt azért nem majd, mert hát végül is meg tudjuk csinálni most is. Szóval kell egy kis forge diron, egy kis mechanikus, egy kis elektronikus. Elektronikus, meg egy kis forge diron, és akkor ez nem sok idő, akkor kelleni fog nekünk egy villanyszerelőfogó. Erről a villanyszerelőfogóról mindig valami eszembe jut, de lehet be is játszom mindjárt. Jaj, bent van a házba kígyó. Hát... Ja, hogy te teljesen fönt tetőn. Persze, hát itt biztonságos lesz az éjszaka. A kígyó is ad húst. Oké, Peti, csak még meg tudjuk sütni. Minden város nem foglalkozok vele. Aha, tehát van egy csörgő... Mi? Csőfo... Cső... Micsoda ez? Csőfogó. Ode forra a magyarosítás. Nekem csörgőfogó. Csörgőfogó? Ja, csőfogó. Ja, elnéztem. Meg van villanyszerelőfogóm is. Jó van akkor. Te vagy a szerelőmester. Te vagy a szerelőmester a csapatba. Na, akkor már csak az a kérdés, hogy mi is van nálam mondjuk. Hát jó, rendben van még persze. Hát, nem kell ennyi, de jó, mindegy, berakok hármat, nem tudom, de szerintem elég ennyi. Meg akkor mi kell nekem? Ez mi? Jó, ja, switch, az pont nem kell. Akkor hát üzemanyag kell még valamennyi, azt akkor viszünk, hogy... Hát, hogy csak ki tudjuk próbálni, meg a lőszer kell még, mondjuk az 1500. 1500, ez kínai lőszer, mert 1500. Mondjuk ilyet, megnézem már, mi ennek a neve? Iron Dart, az mennyire drága vagy nem drága? Hát háromból tudunk, ez... Ja igen, hát most ebben nem sok vas van már, aha. Jó, tehát azt tudunk majd csinálni, jó. Most egyelőre úgyse hordázni akarok, csak megcsinálni, arra meg jó. Na és akkor, hát végig gondolom már, akkor tényleg, hát elvileg itt van nálam minden, talán azt hiszem, de hát nem, akkor meg itt lakunk nem messze. Jó, hát akkor legelőször... Várjunk, ez minek van még itt nálam, mert ez azt hiszem, hogy ezek nem kellenek, ezt kirakom. Ez mit keres itt, itt maradtak nálam? Na, szóval legelőször nekem jó lenne upgrade-ány, de ahhoz meg el kell menjünk a várhoz. Nem tudtam, hogy zombi hang, de nem. Akkor elmegyünk a kis készülékért, akkor bedobjuk még ide a kis kevés csőbombát, nézzük, hogy így mennyi, hogy állunk csőbomba ügyileg. Ó, van rengeteg most már. Már úgy rengeteg, hogy elég lesz a hordára. Na és akkor megyünk, upgrade-elünk egy kicsit. Jó. Mégiscsak az legyen már betonból, mert ez a macskakő, ez azért láttuk, hogy macskakő az csak egy macskakő. Az nem az igazi. Volt egy olyan dal, még Halász Juditnak, hogy az almaszósz, az almaszósz. Na hát ez meg macskakő. Azt nem tudom, hogy ott belül, viszont... Ennek, várjatok, ez, vagy hogy van? Nem belül, várjatok, mert ez... Nem, akkor fel tudom upgrade-elni, igen. Hogy van? Igen, mert ez oké. Okay. Igen, mert itt a létra miatt gondoltam, hogy fogom ezt belülről, de hát nem, ez így oké okay lesz. Jó, ez így jó lesz.
Ja, mert így az egészet megcsinálja. Na várjátok, ezt viszont innen le kell csapjam a legalsót. A legalsót innen le kell csapjam mindenhonnan, mert különben ugye ez itt egy ilyen blokkot elfoglal, bármennyire is ez csak egy léta, de ez itt elfoglal egy ilyen blokkot, és nem fogom ide tudni ide tenni a kis taposó nyomólapot, szóval ezt le is rakom. Tegyük is ide le, és akkor már látjuk is, hogy... Oké. Nem, hogy rosszul tettem le, miért oda te... Ezt nem hiszem el. És mennem kell egyet a tradernél. Hát ezt nem hiszem el, hogy rossz helyre tetted le. Hú. És ezt gondolom nem tudom innen leszedni. Hát biztos nem. Nem szedi ez innen. Nekem. 1000. Nem fogod ideadni nekem, ugye? Hogyha ezt így végigmegyek. De ha igen, akkor nagyon fogok örülni, de nem ad semmilyen anyagot. És mi van akkor, hogyha fel tudom szedni? Hát nem, elkezdett anyagot adni. Elkutyám fátokat. Jó, szóval ide kell majd egy nyomóra. Tehát hogy lehet ilyen nyomoronc módon oda tenni? Miért oda tette? Hát csak olyan mondom, megőrülök. Miért oda teszi? Hát. És itt egy ablak. Kiugrok az ablakon mindjárt. Na mindegy, oda, ide is kell egy nyomólap. A kutya mindenüket ezeknek, mert átvernek. Fát azt mondtam, hogy vágok. Hát, mindjárt vágjunk fát. Úgyis itt megyek itt majd motorral, vagy 300-zal, aztán csak neki megyek a fának, úgyhogy ezek nincsenek jó helyen. Hát szerintem még most bemegyünk mindjárt Péterhez, hogy legyen már egy ilyen, mert nehogy az legyen már, hogy éjszaka lesz, aztán nem tudom tudni. Kivágtam 4 fát, lett nekem 8. Lett 8 izé, csak ezt valahogy úgy kéne letegyem, hogy ne legyenek nekem útba, mert még van 2. Mármint, hogy lehet, hogy útban lesz mindenhogy, csak ugye az a rossz, amikor az ember mondjuk bent van egy ilyen hordaváron, és mondjuk itt vannak mondjuk fák, és nem látod, hogy honnan hány a rendőr, mert a fa mögül van, ő bezzeg, lát téged a fán keresztül. Hát akkor, igen, még ezt is lehet, hogy rosszul teszem le, de most nagyon oda kell majd figyeljek már, hogy hogy teszem le. Vagyunk egy kis pénzért, mert ha már ilyen bénára talán. Nyilván én voltam a béna, de hát, hogy miért ugrál ez? Olyan gondolatolvasó néha, és most meg nem volt az. Így akkor már el is adunk neki pár dolgot. Hiszem, elviszem a pénzt is. Ezt meg behajítom ide, mert behajítom ide, amíg szépen vagyok, mert egyébként már hol van, itt is van kő. De meg ezt a kevés vasat már. Hú, nagyon mérges leszek most már. Ja, még van itt egy elektronika. Oké. Okay. Ja, itt van egy kis arany, ezt is eladjuk. Mi van még itt, amit eladjunk? Talán nem is tudom. Jó, talán semmi. Ja, de van, ez isten is van. Fussunk, szaladjunk, hát ilyen bénaságod, akkor nem lenne semmi bajom az életben, hogy azt a vackot normálisan teszi le, nem is kéne ide jöjjek, hogy lássam ennek a... Aj, komolyan. You're not bringing counterfeit money in here, are you? Ugye már tesó, van egy kis problémám. Van egy nagyon nagy problémám, nem is kicsi, nagyon nagy problémám van. Van egy csomó pénzem, és nem kapok érte semmit. Tudod, ez a nagy problémám. Most fogadjunk, hogy nem lesz, de fogadjunk, hogy nem lesz. De nem az, ha nem lesz, csak akkor majd máshol veszünk, de és nincs, és megőrültek, nincs.
Azért megnézem, hogy tudok-e csinálni, de azt hiszem, hogy még onnan nem tudok. Ha tudok, akkor már fejem se fájna, ha tudok, de látok, itt vannak a csapdák. Jobb, hogy még nem, és mennyi har... ez még nem is... Várjátok, csapda, nem is itt van ez, várjátok, elektronikában van. Nem, az elektronikában van, igen, itt van. Ja, 48 per 50, mondjuk az két könyv kell, hogy tudjak egy ilyet csinálni, de... Oké, hát egyébként is kellenek a mozgásérzékelőkhöz. Mert ugye az meg, az kell a drónokhoz, ha csinálunk, szóval hát két könyv, de na mindegy. Jó, hát mindegy, bekötöm a többi részét, aztán most úgyse, nem is ezen az ajtón megyünk. Mindegy, akkor nem fog legfeljebb az az egy dolog működni benne, de legalább a többi részét megcsináljuk, mert úgyis van még ott mit csinálni. Na nézzük akkor ezt a hülyeséget, de komolyan mondom, hogy hogy lehet így lerakni. Á, pénzt el is rakom, mert... Itt sincs ablak. Itt van ablak. Lehet kiugrok mindjárt az ablakon. Na, ezt ide-vissza. Amíg ezt is eladhattam volna, ezt a pénzt. Na jó, mindegy. Ez is ide jön. Ez is ide. Na jó, ezek meg itt maradnak. Jó, kis fa. Jó, megyünk vissza. Hát, ugye el tudják venni a kedvemet, tehát ilyet. Ekkora hülyeség. És nem lehet felvenni. Pedig hát ez akkora hülyeség, hogy miért nem lehet felvenni? Miért nem lehet egy ilyet felvenni amúgy? Ezen is végig kéne itt, mert igen, ez a lét része, hát mondjuk itt az egészet. Hát van anyag bőven, mármint egy kicsit előre dolgoztam itt, amikor betont csináltam. Úgyhogy van bőven. Jó, ez jó. Itt ugyanúgy ezeket is. Ugye ez lesz a nyomóglap, hogyha rálépnek, akkor aktiválódik a dolog, csak... Csak hát muszáj megerősíteni, hát a kutyák szétrágták, emlékeztek, szóval ez nagyon... Hát meg az előző hordánál is láttátok, hogy tehát a többi dolog az még úgy megmaradt, ugye, hogy hiába hányták, rengeteg sok hányást kapott, de hát mi az, ami nem bírta, hát... Macskakő, az nem bírja. Hát ezt is végig megerősítjük. Ezt is kibetonozzuk. Na. Annyira jó itt sétálni. Jó. Hát a többit, az, na mindegy, megyünk le, ezt is itt fel, és akkor majd még, jó, ezt már ott könnyebb lesz. Ha, leestünk. Volt, amikor leestünk még az elején, akkor nem bírtam így esni, és akkor volt úgy, hogy megütöttem magam. Na ez viszont, várjátok, ezzel viszont gond van, mert ez itt körbe van. Azt nem fogom tudni, szerintem. Mert innentől, oké, meg tudom, de... Aha. Nem tudok oda közé, be tudok? De lehet, be tudok, várjátok. Hát tovább úgyse tudnám. Lehet, be tudok oda upgrade-elni mögé. Az már, igen, és alul. Ezt nem hiszem el, hogy az már ott beton lenne. Az ott beton lenne már mögötte? Hát, lehet. Hát lehet. Hát ezek szerint az már betont akar, úgyhogy lehetséges. Na jó.
Ja, hogy még ez is fából. Jaj. Ja, hogy még ez is fából. Hát nem vittem túlzásba. Jöhetne valaki segíteni, csinálni, mert ilyenkor mindig jönnek valakik. Ilyen önjelölt sztárok szoktak jönni segíteni. Önjelölték, meg szoktak jönni. Na most akkor itt hogy állunk? Ja, ez így jó, akkor ez így megvan egész addig. Hát az más kérdés, hogy hát lehet, hogy itt is még érdemes lenne majd. Na majd meglátjuk. Akkor fent viszont meg kell csinálni egy kis kalickát. Ez miből van? Ez is még fából van. Hát ez is jó lenne vassá, mert ez itt elfújják nekem. Menjünk, csináljunk már egy ilyen vasból csináljunk hatchet. Akkor legyen már az is megcsinálva, hogy vasból van. Csináljuk úgy, hogy legyen vas. Így jó, vagy hogy találom meg könnyebben, de itt van Iron Hatch, már mehet is. Mennyi idő? Másfél perc. Megnézzük a kaját. Kaja fő már? Lesz kaja? Nézzük, igen, mert ez 64-et tölt, a sima pöri az 50-et tölt. Meg 25 év. Azt nézem, ez 32 életet tölt, és 64. Szóval a hobó, hát nem véletlenül hobópörit csinálunk. És maximális stamina bónusz is ad 30-at. Azt sosem néztem azt a részét, de ez is ad még plusz 20-at. Jól van. Ezek még olvadnak, de mondjuk ezt már majd bedobunk egy ilyet. Azt nem tudom, hogy cső az, hogy ja még az rengeteg sok cső, úgyhogy akkor azt hagyjuk. Itt akkor olvad. Oké. Meg van valamennyi vas is. Nem tudom már vasból. Lehet nem használom el az összes vasat, mert még kellhet, nem tudom. Még kellhet valamire. Jó, azért rakom ki, mert nehogy itt nekem felvédelje, nekem acélnak, mert nem akarom acélra felvédelni. Jó, ehelyett egy nyilván berakunk, akkor már ezt várom, hogy rakunk be egy kis olmot. Hülembe forró olmot öntsetek helyett. A kohó, mi a kohóba tesszük? Nézem, hogy fából, hát mondjuk ez 196 perc, az is még rengeteg sok, még nem vészes szerintem. Hat, öt, négy, három, kettő, egy. Ja. Készülj, te is kész vagy? Kész bizony, na. Jól van, és akkor azt is, és akkor fel elkezdünk építkezni. Ugye meg kell csinálni, hogy hát egyrészt madár biztos legyen, meg hát valamennyire ugye hányás biztos, mert azért az is felfogja a hányásoknak is egy részét. Azon gondolkozom, hogy ezt is végül is fel lehetne itt vinni valameddig. Hát sőt, hát erről is, mert igazából ez, hogyha itt végig felviszem mind a három oldal, hát az is sokat erősít rajta, mert azért nem csak egy középső blokk, hanem mert azonnal kiesik, akkor leszakadunk úgy komplett, de na nézzük! Jó. Beam! Akkor ez lefele néző blokkok. Felbetonozzuk.
Ilyenkor upgrade-eléskor egy kicsit zűrös mindig, mert hogy az ember nem tudja, hogy mi mikor szakad le, mert ilyenkor ugye nem mutatja. Amikor rakok le egy blokkot, akkor mutatja, hogyha mi történik, ha lerakom. Tehát akkor látom, hogy leszakad vagy nem, de nagyon sokszor ilyenkor szokott leszakadni, amikor upgrade-elünk. De elvileg ez a kő, ez ugyanolyan nehéz szerintem, mint a macskakő, szóval. Tehát a beton meg a macskakő szerintem az egy súlyú, ugyanannyit is bír, hogyha mondjuk így fesztávba elkezdem így kirakni, akkor ugyanannyit bír, de nyilván a HP-ja viszont gyengébb. Na akkor csinálunk már még ilyen blokkok, hát ebből is kevés van, cobblestone fog kelleni. Fog bizony. Fog kelleni cobblestone blokkom, de mondjuk legelőször is csinálom mondjuk ebből is még valamennyit. Már cobblestone, igen, itt már hol mutatta itt az elél. Jó, tehát mindegy, ide csinálunk ilyet, itt ezt megemeljük. Ezt megemeljük, hogy ez itt lesz középen, de ez a stabilitás miatt kell, hogy meg akár, hogyha hánynak, akkor mögé tudok bújni. Tehát, hogyha nagyon gáz lesz, mert lehet, hogy kipróbáljuk majd tényleg hordára is ezt a dolgot, megnézzük, hogy milyen. Majd látjuk, hogy hát először már leteszteljük, hogyha jönnek a fiúk, akkor majd leteszteljük, de hát függetlenül majd akár kipróbáljuk hordára is. És mindegy, ez itt így jó, mert ez így, és akkor ennek a tetejére, jaj, ennek a tetejére kellene tegyük rá a tetőt. Mondjuk egy olyat teszek, hogy középállásosat megpróbálom, mert akkor egy picit távolabb lesz, így egy picit távolabb. Ide meg nem tudom ide tenni. Az igen, hogy ide nem tudom, mert hogy az, igen, mert az ott, akkor egy ilyen magasabbra kéne csináljam. Vagy így hagyom már, és akkor azt mondom, hogy tegyük fel, az is lehet, hogy így marad. Mert most madár ellen már igazából hátulról, oldalról védve leszünk. Itt csak az a kérdés, hogy itt mondjuk nem leszünk. Hát ide még tudok tenni esetleg olyat, ami... Jó, majd meglátjuk, mert egy olyat, ami esetleg egy picit magasabban lesz ehhez képest, de mondjuk így lefedi ezt a részt, de... Jó, egyelőre nem biztos, hogy érdekes. Szóval, és akkor csinálok oldalát is. Mert ez itt, hát oké, itt be tudna éppen ugrani valaki, de hát ide nem ugrik be senki, mert előbb lövöm le. Tehát ide nem ugrik be senki. Ez viszont, hogyha meg szemből jön madár, mert erről nem fog tudni jönni madár, sem erről, viszont hátulról tud, mert én ugye főleg előrefele fogok figyelni, mert mégiscsak arról jönnek, vagy a zombik futnak erről, vagy arról, mert jönnek ide. Viszont... De attól függetlenül is én főleg előrefele figyelek, tehát hogyha szembe jön egy madár, azt könnyedebben. Az a gázabb, amikor ugye előrefele figyelek, és a madár hátulról támad, tehát az ellen viszont abszolút védeni fog az egész. Úgyhogy szerintem az úgy jó. Na nézzük, akkor ide jönnek a valamilyen sarokblokkok. Oké, egyszer. Oda se fogok tudni tenni? Hát nem. Jó, ez a sarokblokk ide jó. Igen, mert ide már nem fogok tudni tenni, de nem baj, akkor lefelé nem teszek. Annyira nem vészes a kérdés. Ez nekem, hogy is áll, ez itt függőlegesen van. Akkor azért csináljuk úgy, hogy ez is függőlegesen lesz így. Meg... Jó, akkor ez jön ide most. Igen, és ide is. Ügyűleges. Oda meg teszek még, hát ide, ugye valahogy nekem... Vagy hogy állunk? Hát várjátok, ezt fel kell nyissam. Hát ide nem tudok ajtót, akkor így lesz, így. Mert nekem itt valahogy ezt fel kell tudjam nyitni, de én oda már nem fogok tudni tenni. Vagy igen? Nem fogok tudni, mert ugye ez erre van rátéve, tehát nem fogom tudni. Aha. Jó, de ez így kávé szerintem jó is lesz.
Jó, az a baj, hogy fává fel tudom, de nekem kell még Abaston Rock, úgyhogy akkor azért még, azt még csinálunk itt zsebbe. Azt még gyártunk egy keveset. Hát az, az úgy látszik. Hát én sem gondoltam, hogy nagyon kell lenni fog, bár hát igen, de hát hogyha most én ezt így upgrade-elgetek, akkor persze, hát akkor kell, hát hogy ne kéne. Csak hát nem tudom mennyit csináljak, mert nagyon sokat nem akarok csinálni, mert vagy hát tudja a fene, hát lehet, hogy fogok én még itt sokat építkezni is. Ez mennyi? Dőzsölünk, legyen ennyi. Ennyire elfogyott a föld, földet is kell majd ásni, de jó ír. Így elfogyott a föld, az igen. Mondjuk hát bele van ide téve rengeteg sok. Akkor nem érdekes. Akkor megértjük, jól van. A kis töltény hüvely, oké. Jó, itt készül a zsebembe, úgyhogy akkor mehetek vissza. Jó, aztán akkor itt feltoljuk, felupgrade-eljük. Hát remélem nem fog leszakadni, mert mondtam, hogy ez egy kicsit mindig ilyen zűrös, de hát reméljük, hogy nem lesz gond. Reméljük nem lesz gond, mert ez így elvileg itt még stabilnak kéne, hogy legyen. Az a baj, hogy ez súly, tehát minden egyes elem súly, és mivel én most nem tudok itt nagyon, nem tudok a dologgal mit csinálni, mert most upgrade-eléskor nem mutatja, egyszer csak össze fog dőlni, hogyha ha mégse bírja a stabilitást, de remélem, hogy ki fogja bírni. Ha összedől, akkor mondanom kéne valami nagy dolgot, mi fog történni. Már mondtam az ablakon kiugrást, nem tudom. Hát remélem, hogy kibírja. Az baj, nem lehet bármeddig építeni. Azért is hoztam ezt ide fel, mert így stabilabb. Hogyha ezt nem hozom itt fel, hanem ezt itt üresen hagyom, akkor sokkal kisebb a stabilitása. Tehát, de ez nekem olyan szempontból jó, hogy jön a horda, akkor én mondjuk így ebbe a formába akár el is tudok bújni az oszlop mögé, hogyha arról felől hány a rendőr, mert ugye mindig megvannak az irányok, tehát irányváltások is vannak, tehát van, amikor arról futnak másfél órán keresztül, játékbeli másfél órán keresztül, akkor tudom, hogy arról futnak, akkor mondjuk innen lövök, és akkor mondjuk tudok egy kicsit emögé bújni, és hogyha látom, hogy valaki hány, akkor innen mondjuk fedezékből lelövöm. Ha meg arról futnak, akkor átjövök ide, és akkor ugyanaz. Szóval, hát hogyha hátulról futnak, akkor is esetleg, akkor meg ide jövök, azt így, de szóval tudok egy kicsit az osztop mögé bújni, azért az is egy jó dolog. Jó, ezzel a kis lukkal itt egyenlőre hát nem tudom, hogy akarok-e valamit kezdeni, vagy tudok-e valamit kezdeni. Egyelőre lehet, hogy nem. És akkor majd meglátjuk. Ez főleg madarak ellen valósi ez a dolog, hogy hát a madár meg ezeken a lukakon itt nem tud már bejönni. Hát jó, szóval remélem, hogy... valami. Jó, és akkor jó, tegyük fel ez a része, akkor oké. És akkor még oda kell megcsinálni, hogy ott vannak a nyomólapok, és akkor ide kell még felépítkezni valamit. Jó,
azt mondja, hogy igen, üzemanyag, ez majd... Sőt, akkor lehet, lerakjuk először ezt a generátorbankot, ha már itt van. Akkor lerakjuk először ezt. Mondom, ezt még lehet, hogy itt tényleg körbe felviszem, és akkor ez annyival erősebb lesz, akkor így. Jó, ezt pedig ide valahova, na várjátok, itt valahol én csinálok egy... Hát itt, mert hogy ott nem tudom közelebb tenni. Akkor legyen itt. Ezt viszont, hát akkor lehet, hogy... Hogy vagyunk? Jó, hát akkor ezt is itt felütöm még. Mert ezt akkor viszont úgy kell csináljam, hogy mivel ilyen hülyén törik ez a kő, elég hülyén törik a kő, ezért akkor viszont itt meg kell csináljam körbe. Hát jó, akkor ezt most így. Nagyon hülyén törik a kő. Az alakja. Na, most akkor törik vagy nem törik, döntse már el. Oké. Akkor ezt valahogy így megcsinálják, akkor még kell nekem még egy ilyen... Így, ez így körbe lesz így rakva, oké. Ez itt beton lesz. Ide lesz beletéve a generátor, ide is kell nekem egy ilyen vas hatchet belerakni, jó. Hát ezt is megcsináljuk így, mert az így erősebb lesz, hogyha így van. Hát azt nem tudom, hogy... Most ezt én betonozzam ki, hogy mire teszem. Lehet, hogy érdemes lenne... Lehet érdemes lenne itt ezt... Na... Ezt itt kiásni alul, és akkor... Hát tegyünk oda is egy... Tegyünk oda is egy ilyet, mert... Szerintem így stabilabb, hogyha úgy tettem. Csak a betonra teszem rá ezt a vackot, mert... Na, a földre tegyem, mert az is tudja, a fene sérülékenyebb aztán. Jó. Te beléd teszek. Hát nem tudom, ezek... Ez így... Ja, maximális kimenet 150 watt. Hát, az annyi nem kell, mert ez nem is tudom, ez... Ja, hát így nem is látszik. Vagy látszik? Nem tudom, mennyi áramot fogyaszt, vagy ez nem is fogyaszt áramot, nem tudom. Na minden, mert meglátjuk, mert végülis nem kell az se, hogy túl sok. Mert meglátjuk mennyi... Oké, meg kiveszek 50-et. Aha, 50 watt egy ilyen motor. Jó, egyelőre még nem töltöm fel üzemanyaggal se. Egyelőre nem töltöm fel, de minden esetre... Igen, akkor erre viszont kéne egy hatch megint. Akkor megint futunk egy hatch. Egy elég? Azt hiszem egy igen, mert máshova nem kell. Akkor egy ilyen kell még. És akkor utána pedig ott fent szépen ezeket a kis dart boxokat lerakjuk, aztán majd meglátjuk. Az az egy kérdés pedig, viszont ezt akkor lenne érdemes használni. Hát ez itt nekem csak egyesen van. Erre azért még kéne tenni pontokat. Amennyire lehet, ki kéne húzni, mert itt már 75% XP-t ad az elektronikus csapdákból, tehát ez akkor lenne érdekes, mert itt még, hát itt 15% XP, tehát itt alig fogok kapni XP-t, hogyha az öli meg őket. Szóval ezt érdemes lenne abszolút kihúzni. De hát az a baj, hogy ezt is. Tehát itt több mindent ki kéne. Úgyhogy majd mindegy, kész lesz, megcsináljuk, aztán, hogy mikor fogunk abba hordázni, ezt akkor lenne érdemes hordázni benne, hogyha hát ez ki lenne húzva az a dolog, ja, akkor közben... Iron Hatch, még egy Iron Hatch.
Azt hiszem, hogy... Igen, hát vannak itt többen ezek. Ezek lehet, hogy jöttek itt, és... Ja, itt is itt van egy... Akkor ezek lehet, hogy jöttek ide, és nem találtak engem itt. Na jó, akkor hát mindegy. Mindegy, kell egy kis XP. Azt néztem egyébként a múltkor a hordánál, mert ugye néztem, csak aztán vége lett a hordának, és elfelejtettem aztán végül kivonni belőle. Meg el is felejtettem a számokat, már csak én is utána visszanéztem, hogy hát most a durván egy ilyen 600 körüli zombi jött egy horda alatt. Tehát most ezen a szinten, amikor én ilyen 69-es voltam, azt hiszem, ha jól emlékszem, horda előtt, és 600 zombi jött. Ja, körülbelül, mert úgy valahogy, tehát akkor kivontam belőle, tehát úgyhogy igen, de lesz, amikor itt szépen ez ugye emelkedni fog, itt a zombi szám, hello, hello. Szépen közelengedtem magamhoz. Na jó, vége az élvezkedésnek, megyünk vissza dolgozni. Ezt valahogy még össze kéne itt hozni. Csinálunk még ilyen blokkot is. Még ebből most már nem kell olyan sok blokk, de azért amúgy is kell, hogy nálam legyen mindig. Azért tanuljátok meg, hogy azért ezek a blokkok, ezek mindig legyenek ott, és mindig legyenek elérhető helyen, mert itt ez bármikor, hogyha valaki bármikor rátok támad, mondjuk az legyen ez egy vadállat, vagy valami, akkor, vagy egy kutya, akkor az ember így felugrál, és még az is jobb, hogyha persze ott alattad rágja szét a fát, az is időbe telik neki, mire azt ott szétrágja, és az alatt te mondjuk tudod lőni. Nem téged rág, mert azért az nem mindegy, hogy téged esznek közben, miközben lövöd, vagy ezt, és azért az életeket tud menteni egy ilyen, nem véletlenül van nekem is ott. Egyáltalán nem véletlenül. Na jó, megyünk oda fel, csak most azt nem tudom, hogy én ott már megnézem, hogy így rá tudok-e oda valamit építkezni, vagy nem tudok, vagy mert kéne nekem valami felt, ezekből lehet, nem is látok ilyet, valami vékony valami kéne, ami lehet, hogy nézzük már valami pilárból, de ez 0,05, de még lehetné vékonyabb is. 0,025, az is jó. Várjátok, ezt én ide teszem, nem jó. Tegyük, hogy vagyunk most? Hogy vagyunk? Nem jó. Ezt ide lehetne tenni. Ide. Igen, teszek egyet ide, meg ide, ahol most állok. Megnézzük először. Először sok sima fából van, ezt szét fogom tudni szedni, hogyha arról van szó. Igen, és akkor ide teszek kettőt. Van egy ilyenem. Na most ez azt jelenti, hogyha ezt valaki ütné netán, akkor azt onnan le tudom lőni. De reméljük, hogy ezeket nem fogják nagyon ütni. Viszont várjátok, ez most nekem így kifele. Igen, ez most nekem itt kifele dolgozik. Akkor nézzünk egy... Hoppá! A pilárt, ezt eltüntetjük, jó, visszajövünk. Ezt ilyet, ja, ilyet fel tudok most ide jönni. Ó, de ez, nagyon örülök neki. Mert így most viszont akkor, jaj, most ezt kéne viszont kitalálni, hogy merről van a luk. Ó, a lukat kéne most, ez nagy baj. A lukat ki kéne találni. Azt hiszem, ott a luk, igen. Csak nekem ezt valahogy úgy kéne, hogy én lássam is, hogy hol van a luk. De van egy kis probléma itt a lukakkal. És ezt mondjuk... Na jó, akkor visszajövünk ide, mert azt ott nem fogjuk látni. Ide kéne tegyem, de nem fogom látni, az a nagy baj. Hát le kell, hogy ne jöjjek. Nem egyszerűen nem látom a dolgot. Hogy jöjjünk, hogy lássam. Na ez így most lefele. De ez így is marad nekem, hogyha én oda jövök? Nem valószínű. Igen, így már ide teszem, elforgatja. Tehát, hogy mert ez így jó.
ha így maradna, de nem biztos, hogy ez így marad, hogyha én ezt most megnézzük, hogy így marad-e. Ha én ide akarnám tenni, hát azt hiszitek, hogy látszik belőle valami? Hát semmi. Na jó, felépítkezünk itt egy másik, itt mellette, mert tényleg egyszerűen semmi nem látszik belőle, úgyhogy nem akarom rosszul lerakni, mert ha rosszul rakom le, úgy járok, mint azon a nyomólappal, hogy nem fogom tudni. Na nézzük, talán így. Na nézzük, talán így, meg majd én elforgat. Most mutatja, hogy hát mutatja csak. Ide már nem tudom. Tehát ez így elvileg mutatja. Várjátok, ennek a tetejére... Várjátok, hova? Igen, oda. Annak a tetejére én tudok tenni. Mert ez ide bele tudtam, de mert az lehet, hogy segítene amúgy. Na várjunk, kipróbáljuk. Egy ilyen plétet, de tudok tenni. Nem is ide, ennek a tetejére kéne. Ennek a tetejére kellene, hogy mondjuk így. Ez egy jó kérdés, hogy itt a zombi elfére alatta, aki jön. És hogyha most én erre még teszek ide egyet, de az is lehet, hogy ezt csak segédként teszem ide, mert az végül is meg fog állni rajta. Na, jó, megnézzük. Jó, mert ez elvileg meg fog állni itt rajta, és lehet, hogy nekem így ez, aha, így most már jó lesz. Mert így látom is, hogy az ott lefele fog lőni. Hát én lerakom egyetem, egy halálom. Ez is lefele fog lőni. Megnézzük, de ott kell legyen a luk. Ott a luk. Igen, akkor jó. Hát mondjuk... Ez nem... Mindegy, lefele van a luk. Az, hogy most ennek hogy van a... fordítása, mert hogy... Vagy ez csak egy designbeli dolog, hogy van egy ilyen fémes oldala? Mert amúgy csak a fémes oldalát nem tudom, hogy merre fele néz, de hát amúgy szerintem az csak design dolog, mert azt azzal ott igazából nem... Na megnézzük, mondjuk, hogyha én most átjövök innen, és... Várjátok, ez hogy van, de az... Így van a két blokk ezen, tehát én, hogyha ezt innen kiveszem, ezt innen kiveszem, annak ott kell, hogy maradjon. Nem fog leszakadni. Hát kipróbálom. Kiszedtem. Igen, mert ennek ott kell, hogy is így már jó. Igen, mert ez így, itt van egy, az olyan, mint hogyha ugye itt a létra, az is így egy blokk azért, mert hogy az egy létre, tehát így egy kocka. És akkor ezek is úgy jönnek rá, hogy ez is ugye kifele egy-egy blokk, tehát ez ezen támaszkodik az is, és akkor nekem már most csak egyet kéne ide letegyek. Megnézzük, hogy azt most hogy fogom tudni ide, de jó lenne, hogyha megcsinálnád. Ez így jó. Pont jó. Akkor ez így jó. Lefele néznek, az összes. És akkor ezt most itt felupgrade-eljük, aztán egy életünk, egy halálunk. Jó, hát ez elvileg jónak kell lennie. És teljesen jó is lenne minden, hogyha a francnak azt akartam. De hát ezt a bénaságot kell. Szóval teljesen jó is lenne, hogyha az a nyomólap. Nyomólap jó lenne. 65. nap az nekem, várjátok. Hát igen. Ja jó, ez dupla izé volt, tehát ezt megcsinálom. Jó. Jó, ez akkor itt komplett beton. És akkor hát ezt a hülyeséget itt megint sikerült egy marhaságot csinálni. Itt összeszedjük. Jó, egy nyomólapot valahonnan keríteni kell, valahonnan a világ végéről is. Jó, azok ott fent vannak, az úgy jó. Hát, azt ott elvileg
nem fogják hányni, mert hogy engem akarnak hányni, tehát nem azt fogják hányni. Jó, kipróbáljuk, hozom már azt a hatchet, amit itt közben, az már biztos, hogy készen van. Egy kis... Ezért. És hát lehet, hogy... Hát én nem tudom, hát lehet, hogy elmegyünk már akkor... Elmegyünk valahonnan, valahol volt valamelyik tradernél, tuti. Ilyet elviszünk. Valamelyik tradernél, de álljátok, akkor viszont már lehet egy kis pénzt is, ezt magamhoz veszek, mert egy kis pénzt, az összeset. Na, meg ezt is. Mert akkor az egy darabot, hát egy nyomólapot, hogy raktam ott úgy félre, ding, ding, ó, de jó, de első kettőt jól lerakta, a harmadikat meg tök rosszul, hát ilyet, na, komolyan mondom, hogy lehet. Na és akkor... Mi maradt? Ja, ide kéne, hogy azt le tudom ide rakni? Azt nem vagyok benne biztos, vagy de, lehet, hogy tudom. De, hogy ne tudnám, na nézzük, errefele nyílik. Hát az úgy nekem jó lesz, így jó. Akkor ezt most már viszont feltankolom. Jó, hát nyomtunk bele üzemanyagot. Ez jó, kikapcsoltam, mert hogy nincs még összekötve semmi semmivel, tehát még most fogom összekötni. Kell nekem lámpa, nem kell. Jöttem volna ez a nyomólaphoz, hát nincs ott nyomólap. Meg bonondulok ettől, na jól van, akkor megy két fele már. És akkor ebből 10 wattot fogyaszt csak. Na tehát ez igazából, és az, ez a lenti, ez is mutat valamit, csak nem lehet. Ja, ugye ez 1 watt, tehát akkor ez 11 watt, hát az semmi. Azt nem is kell bele ennyi, nem is kell bele ennyi motor. Hogy is vagyunk? Akkor még egyszer ezt megnézzük, mert ez ugye így 150 watt, hát kiveszem belőle, ezt is kiveszem belőle, még így is, hát mert ez csak ez 33 wattot fog, igaz? Tehát nem kell bele annyi motorblokk se. Jól mondom, mert azt mondja, hogy ez 1 watt, ugye ez pedig 10, tehát ez csak összesen 33, ez nem kell, egy motor simán elviszi az egészet. Jó, hát viszont el kell menni, mert ez így, ja, és hát mondjuk ezeket be kéne állítani, hogy azt mondja, hogy tehát delay ne legyen benne, hanem ez automatikus, tehát egyből instant ugye induljon, mert be lehetne állítani, hogy mennyi csúszással induljon be, de nekem nem, tehát hogyha rálép valaki, egyből induljon a dolog, viszont itt az a kérdés, hogy mennyi ideig menjen, és akkor itt ezt beállítunk, egy, mondjuk tegyük fel, beállítom 10 másodpercig lőjön. Mert ez egy kicsit hülyén működik amúgy ez a rendszer, ez úgy működik, hogy valaki itt rálép, most még rámeltek, mert nincs beindítva, azért. Tehát rájövök, és hiába én elindulok felfele, és még jönnek utánam 5-en, az akkor is elmegy a 10 másodperc, és tegyük fel itt az alatt, feljönnek itt, és hogyha ezt túl hosszú időre állítom, akkor az a baj, ha rövid időre, akkor az a baj, hogy még mondjuk még itt járok, még lőhetné a fejemet, de már leáll a lövés, mert a mögöttem is jönnek, de hogy azok még azoknak a nyomását nem veszi figyelembe, tehát nem az van, hogy mondjuk észreveszi az enyémet, aztán mögöttem jön egy másik, azt is veszi, és újra kezdődik a 10 másodperc, hanem nem, tehát sajnos az nem így van. Úgy lenne jó igazából, de nem így van. Úgyhogy ezt még az is lehet, hogy 15 másodpercre kell felvinni, hogyha, mert valószínűleg ugye többen jönnek, ugye zsinórba jönnek sokan, és emiatt. Na várjátok, és akkor még ez arról nem beszélve, hogy még el kéne osztani a csapatot, hogy kéne, hogy 500-500 legyen, az 562 ez nem jó. Valahogy, hát úgy, nem tudom, úgy akarom, hogy mindegy, hogy végig pötyögtetem, akkor végig pötyögtetem, de úgy kéne csinálni, hogy egy olyan 500-500 legyen mindegyikben.
Tehát akkor itt egyszer van egy 500, meg még ebből is akkor át. Nem tudom, mert ugye nehéz így, nehéz máshogy, vagy hát, ja, szerintem igen. Majd lehet, hogy úgy csinálunk, hogy gyártjuk, és akkor lesz, mindegyikben lesz 1500, vagy valami, de hát így most nem tudom. És akkor ezt berakjuk, akkor lock ammo le kell zárni, hogy ez innentől fog tudni működni a dolog. Igen, és akkor még ebbe is rakunk ugyanúgy, tehát mind a háromba legyen. Jó, hát ennyi, ennyi egyenlőre. Ez a fogó, ez akkor, hát marad nálam, de jön akkor egyenlőre ezek is. Hát ezek meg akkor egyenlőre nem kellenek, de jó. Egy fene. Na kell egy motor, és akkor ezt még, ja, igen, ezt még átállítjuk már ilyen blokkra. Jó, hát annyi, hogy elugrunk egy traderhez. Én nem is tudom, melyik traderek vannak itt a legközelebb, bár lehet, hogy nem biztos, hogy pont a legközelebbi. Itt van egy kincsásás. Hát lehet, hogy úgy csináljuk, hogy elmegyünk, azt is kiássuk, és akkor úgy elmegyünk a traderhez, mert ja, hát lehet, hogy az lenne a célszerű. Lehet úgy lesz, lehet így lesz a dolog akkor. Gyerünk, gyorsulj! Jó, hát ekkora hülyeség, hát kész lennék, nem kéne traderhez menni, hogyha ezt a vacak nyomólapot nem rosszul rakja le, hát ilyet, és még nem tudok gyártani, még pont nem tudom gyártani. Ez egy elektronikus hely amúgy ez, ahol itt mentem emellette. Nem lehet, hogy esetleg egy könyvér, mert két darab ilyen elektronikus, és nem is kéne traderre sem menjek, hogyha találnék ilyen könyvet. Lehet, megnézzük. Jó napot, nincs itt senki. Kellene nekem két darab elektronikus könyv. Van itt valahol? Nem tudnak véletlenül segíteni? Ez nem tud segíteni. Nézzük a másikat. Kicsit hangosan kérdezek. Remélem nem tudom, hát jönnek. Semmi nincs nála. Ez nem is, ez kint vannak az utcán ráadásul, nem is itt vannak. Vagy igen? Jaj! Te az utcáról jöttél, fogadjunk. Figyeljetek, olyan pisztolyom van, hogy nem is kell lőjek, megmutatom, meghaltok. Megnézem már, ki ez, aki itt rendetlenkedik. Hol vannak itt könyvek? Itt jönnek fel mindjárt onnan, ja. Ott van bent esetleg még, ja. Hát szokták mondani, sokat segít, ha eltaláljuk őket, de amúgy van benne némi igazság. Itt lent van esetleg még valami, vagy itt már semmi? Hát sem. Akkor itt lesz bent. De itt voltak zombik is régebben. Ja, itt meg be lehetett volna jönni itt is. Hudehuncut. Ez milyen könyv? Armored. Pont nem jó. Egy is az. A végén találok, egy szemetesbe fogom megtalálni. Na jól van, hát ez nem nyert, nem nyertünk hangszórót, de hát ezt a mondást is csak kevesen ismerik. Akkor menjünk ott, berongyolunk. Valahol én amúgy mástam, aztán aki másnak ver, metás. Nem, hát igen, kicsi az esélye, hogy én pont beleesek amúgy. De ha beleesek, akkor viszont az már 100%, hogy benne leszek. Akkor még szerintem, amikor azt ástam, biciklivel voltam, nem gondolkoztam én ezen a dolgon, hogy... Nem gondolkoztam én olyan sokat, hogy mi van akkor, ha beleesek. Jó, mindegy, valamit egy kicsit. Jó, itt ásunk. Nincs itt senki. Nincs senki, aki a húsomat akarja? Én egy elektronikus könyv. Mondtam?
Hát viszünk haza egy kis havat, de... Egy, van otthon már mondjuk sok, de nem baj, viszünk haza havat. Jó fele ássak? Motor fele kéne ássak. Mehetünk le a föld alá? Hogy gondoljátok, menjünk a föld alá. A föld alatt, a föld alatt, a Margit föld alatt. Bár én ezt a nótát a híddal ismertem. Hol van? Megnézzük, hogy hol állunk. Hát ez lehet, hogy de itt valahol pedig, itt kéne legyen. Hoppá. Ohohoho. Majd föld az kell, azt már megbeszéltük az előbb, hogy betöltöttem a dolgokat, de hát ott hogy kéne legyen. Na-na. Még jövünk errébb. Megyünk még errébb, pedig igen. Meg is van. Hát ha lesz benne két elektronikus könyv. Ezeket ki kell mondani, így mantrázni kell. Állítólag, hogyha sokat mondok ilyeneket, akkor be tudok vonzani egy zsiráfot is a nappaliba. Arra most nincs szükségem. Hát, kevés könyvet látom benne az üresen. Kevés a könyv. Jó, hát most, ha nem, most nem érdekes annyira, mert hogyha most esetleg nem lesz meg, akkor se vészes, mert ugye nagyjából megvan, aztán legfeljebb, hogyha majd most teszünk egy próbát egy tradernél, de hát hogyha nem lesz meg, akkor nem lesz meg, akkor majd legközelebb, de attól függetlenül ezt az egy tradert itt megnézzük, aztán jó, akkor a nagy köröket nem akarok futni. Le is mondd! Majdnem elütöttelek, hát nem tudsz vigyázni. Azért van ilyen sok kő itt egyébként, mert mind az én szívemről esett le. Ott is van egy táska, megnézzük ezt az egy táskát. Hát egy ilyen táska miatt fogok meghalni. Meg egy WC papír guriga miatt. Na jó, az egy bandázs volt, de akkor is. Tudjátok, mekkora kincs ez, amikor pár éve itt mindenki attól félt, vette mindenki a lisztet, meg a WC papírt. Ez a két dolog volt a legfontosabb. Hát, az jön egy zombi apokalipszis, mi lesz? Nem lesz WC papír, mi lesz? Ho, ho, ho! Jönnek sokan, de most mit csináljak? Semmi. Azt mondta nekem Mara, hogy nem néztem be itt, na mindjárt megnézzük. Én nem szoktam így benézni, amikor ennél a csajnál vagyok. Én teljesen igaza van. Vannak itt oldalt ajtók. Hát itt térdre imához. Várjatok, az nem jó. Itt vannak a könyvek. Igen, igen, igen. Felfedtük, köszönöm. Sharp. És van itt is egy. Itt is könyv. Armor. Oké, azért belenézünk ezekbe is. Lopunk mindenhonnan. Azt mondja, hogy igen, nincs olyan dolog. Well, okay. Look what the cat dragged in. Annyira örülök, amikor valaki örül nekem. Főleg ilyen zombi apokalipszisben, meg rohadtul tudok örülni, amikor valaki örül. Hát, itt jó, oké, nem csak megnéztem a könyveket, hát ha egy olyan könyv van, de nincs. Nyomólapod, érted? Tudod mi az a nyomólap? Nincs olyanod? Hát te nem olyan kereskedő vagy amúgy, mert azok ilyen műszaki
műszaki izék szoktak lenni. Bármi, te is árulsz mindent, én úgy látom. Itt a nyomólap. Itt a nyomólap. Egyet veszek. Nem kell több. Volt nincs. Elkapkodtam. Thanks for letting me take care of you. And tell your friends. Nincs, de várjátok valamit, ezt el kéne... Valamit eladok neki. Azért... Azért nem, valamit nem viszek haza, mert nem kell mindent hazavinni. Ez mi? Steel Clubot nem akarok csinálni. Már ilyet se. Sledgehammert se akarok csinálni, meg itt van még egy kis papírpénz. Ez mi? Hát puskát se akarok csinálni. Előre mondom, figyelj, WC papír érdekel? Szia uram. Ja, várjátok, van még ez is töm, hát én még olyat is kaptam. Ó, nem érdekli? Mert szétbányáztam az egész mapot, odaadnám az összes havat neki. Hát az mekkora lehet, hogy nincs hűtőszekrény? Itt is van még egy könyv. Nincs hűtőszekrény, hát ez mekkora kincs lehet amúgy a hó. Na jó, én szerintem most úgy láttam, eladtam neki mindent, ami... Alrighty then. Oké, otthon összerakjuk, most már összekalapáljuk a dolgot. Várnak ezek itt kint engem? Jó, hát ezt már csak azért, mert bántani akartad a motoromat. Na jó, nem érdekeltek. Merre van nekem a haza? Tényleg nem tudom már, mert most kincs felől jöttem, de... Ja, nekem déli irányba kell. Ja, ebbe az irányba kell jönnünk. Jó. Macska Jancsik, gyertek, mert most csináltam egy... Kiegészítettem a hordavárót, ki kell próbálni. Hát, ha nincs annyi kő az úton. Mondjuk van más. Van helyette tejföl. Tejföl érdekel valakit? Üres. De már az majd többet. Ez még a Trader körút miatt. Ja, persze, hát az még... Oké. Okay. Tök jó lehet látni. Ezt ugye való életben is nagyon imádom. Ez még akkor jó, hogyha még esik a hó is. Az emlékezek, az olyan érzés, amikor így hóesésbe vezettek éjszaka, az mint a Star Wars, mint amikor így rányomják a fénysebességet, és akkor az haláli. Tehát úgy, nem az, hogy az autókat nem lehet látni, azt sem tudom, hogy mikor jön a kanyar. Pedig jön majd valamikor. Jaj. Hát nem tudom, itt, ja, ez már itt a kanyar. Akkor már jól van. Megy ez a motor, piszok gyorsan. Ja, 14% az üzemanyag. Jó, mondjuk fogyám belőle. Mondjuk nyomom már a shift-tel. De azért fogy belőle. 13. Majd egy fogyasztás csökkentőt, ezt mindenképpen kell bele tenni, ha majd lesz 12%. Mert ez megáll alattam, akkor gyalogolhatok. De van nálam szem most, hogy kiraktam üzemanyagot? Állj meg! Kiraktam üzemanyagot, vagy van nálam? Nem, van nálam, akkor megpróbálom fel, refuelezem. Hát, nagyon sikerült. Na! De nem érdekel ez most. Ez érdekel. Most átgondoljuk ötször, de ne... Na, végre. Végre jól sikerült lerakni. És akkor... Innen jön ide. Jó, hát oké, innen meg. Ide. És akkor, ja még ezt is beállítjuk úgy, hogy akkor ez is legyen mondjuk egy 10 másodperces. Jó. Hát nincs most itt senki, akivel ezt ki tudnám próbálni, de... Vagy úgy lehetne kipróbálni, hogyha ezt én most mondjuk visszavenném, tegyük fel egy másodpercre.
mert azért, hogy ne lövöldözöm már nekem mindent. És akkor... nyomorszendeket én innen kirakom. Akkor mindjárt megnézzük azért... bekapcsolom. Igen, kapott. Kapta halt. Jó, ez így jó lesz, csak akkor kikapcs. Ezt visszanyomom 10 másodpercre. Egy másodperc alatt lőtt kettőt, igaz? Az tök állat. Na, akkor ezt visszanyomtam így, aztán... jó, tehát az lenne a lényege, mert amúgy ez teljesen jól működött, ha emlékeztek, még ott a első 3 hordát így csináltam, csak ugye már a harmadiknál beindultak a madarak, akkor már meg azt hiszem a rendőr is már beindult, és ugye ez már csupaszon, ezt nem hagyjuk itt, látján, erről beszéltem az elején, hogy ezt nem hagyjuk itt. Na és akkor, hogy... ugye már támadt a madár, mit tudom, és akkor aztán áttértünk a másik oldalra, ott megcsináltam, de valójában teljesen jól működött, mert azt csinálták a zombik, amit kell, tehát itt szépen feljönnek, ott jöttek, leestek, stb. Tehát teljesen jó volt. Na azért még elmegyünk jól. Csak most, én akkor is mondtam, hogy ki fogom egészíteni, csak ugye a tudás hiányzott még hozzá, hogy elektronika, még mindig hiányzik hozzá a tudás, mert még mindig ugye ott állok, hogy ezt a nyomólapot is, hát 2 könyv hiányzik hozzá, hát na de mindegy. Úgyhogy fogunk még fogok majd teljesen új hordavárot is építeni még próbából, mert ez most csak egy ilyen kiegészítés volt, de fogok majd teljesen újat is csinálni. És nem baj az, hogy az elektronikára szükség lesz. Közben jönnek Zsoltiék, hello! Egy fej. Az ott egy, az meg egy maci. Kell nekem maci. Hát próbából megnézhetjük macit, hogy mit szól a... mit szólsz az íjamhoz. Egy fejlövés. Hát igen, és ez az, amit... sokan nem értenek egyébként a játékban, mert nézik, hogy a macinak mekkora a HP-je, de nem a, teljesen lényegtelen, tehát nem a HP. Az akkor lényeges a HP, hogyha nem fejbe lövöm. Akkor lényeges a HP. De mihelyt én a macit fejbe lövöm, onnantól kezdve teljesen más. Akkor egy kőhegyű nyilvesszőből is le lehet lőni a fejét a macinak egy lövéssel. Tehát onnantól teljesen lényegtelen. És éppen ezért én megmondom őszintén nektek, hogy ugye vannak különféle lőszerek. Hát hogyha most megnézzük például a mindegyikből van, de most ha megnézzük a 9 mm-es lőszerekből. Ugye van ez az alap 9 mm-es lőszer, aztán van ilyen, hogy ilyen AP-s lőszer, ami már hogyha megnézzük, ugye ez 1-1 elem kell hozzá, ebből már 2-2, tehát dupla, tehát elvileg erősebb is. Ugye, meg megvan, hogy melyiket mire kell használni, akkor van még ez a fajta változat is. Szóval megvan, hogy melyiket mire kell használni, csak hát az a helyzet, hogy én nem szoktam használni, azért nem szoktam használni ezeket. Sokan használják amúgy, csak én szerintem felesleges, mert hogy pont ez a lényeg, amit az előbb is itt láttatok, hogy elhoztam ugye mindent, mert csak dumálok, aztán ott felejtek dolgokat. Szóval, hogy például ezt is kitette ide. Szóval, hogy itt valójában itt az a lényeg, hogy amikor ugye rátettem én például a pisztoly esetében, itt vannak még, ami nincs teljesen meg neki, meg 9/10, igen, itt még hiányzik 3 pont, és aztán még itt egy. Szóval itt az a lényeg, hogy eleve hogyha én a pisztolyra meg az íjászkodásra tettem, ugye főleg ezekre, akkor ugye nem mindegy, itt már azt mondja nekem, hogy a legvégén nézzük meg, tehát 300%-os headshot damage, 300%-os, és 50% esélye van, hogy leszakítom a fejüket pisztolyjal, íjjal, késsel, ugye,
és akkor még ráadásul pluszban még, ha el is nyilván teszek, akkor ez is még plusz ad nekem, azt mondja, a kézi pisztollyal, ki 50%-ossal több damage, még, aztán 25%-os sebességnövekedés, és a többi, és a többi, és akkor azt mondja, hogy még az utolsó lövés, tehát a három sikeres találat esetén, rövid időn belüli találat esetén, nem tudom mutatni, de ott oda van írva, tehát, hogy még az utolsó lövés még ad nekem még 100% extra damage-et. Értitek? Tehát, hogy és ezek után én most használjak amolyan lőszert, tök mint te, teljesen felesleges, hát ezzel leszakítom a fejüket az egyszerű lőszerrel. Tehát simán, mint az íjjal is leszoktam. Szóval én nem tudom, tehát én nekem soha nem, hogy én ezért cserélgessem, meg gyártsak lőszert, meg cserélgessem a lőszert, én nem látom az értelmét, de vitassuk meg, hogy ti mit gondoltok erről, de én nekem egyszerűen értelmetlennek találtam mindig, mert nekem ez így is tökéletesen adja a dolgot, és nem, de nincs rá szükség. Nézzük, lőszerek, hát ez nem ide való, mi? Nem. Ja, igen, viszont a motorblokkokat azt viszont visszatesszük, mert nincs rá szükség. Hát ezt a lőszer, mi betesszük ezt is a lőszeresbe. Ezt meg berakom a pénzt is csak. Ja, de még van pénz, meg kicsit több pénzzel jöttünk haza, mint elmentünk. Azért az jó dolog, jó egy olyan bevásárlás. Való életben is jó lenne. Jó, hát egy kis ilyen, egy kis konzerv. Nyilaló. Oké, amit talál, ott van még lőszer, ott van mag. Oké, és akkor egy kis híle, és igen, itt vannak még, itt van még lőszer. Ja, fel van a lámpám, mindig felkapcsolom az a lámpa is. Annyira tud egy idő után már így bevakít itt nekem. Azt hiszem, hogy ez is ide. Hát nem sok lő. Ja igen, bányászni kéne majd. Jó, oké. Okay. Jó, oké. Okay. Elmegyünk majd bányászni. Nem sokára. Építős. Nem kell. Kohó. Itt is van még kő. Még a krumpli is itt van. Ahogy, hogy el volt itt bújva. Na, nyomjuk itt bele. Meg a maci alkatrészek. Jó, és akkor ezt pedig kinyitjuk. Nézzük, mit adtak. Wiring. Ezt most nem viszitek el. Ezt most nem viszitek el, hogy most. Az eltrobba volt benne. Eldrobban volt benne. A két könyvem, ami kell. Kompontból 5-ös, hát még azt is megcsinál, ezt már... Oké. Okay. Recsetből is az 5-ös. Hát itt gyártások lesznek a következő. Impact Driver 1-es. Hurrá. Jó. Nekem azt szerintem ezt is elrakom, ezt az elektronikus izét, nem már nem kell. Jól van, hát a mocit azt... Azért nem maradjon itt kint, ezt mocikát eltesszük. Viszont jó, egyszer be kell fejezni, úgyhogy ezeket majd legközelebb legyártjuk, amiket itt most megszereztem. És hát majd várok benneteket legközelebb, és nagyon köszönjük, hogy itt voltatok. Dobjatok egy lájkot, ha tetszik, amit láttok. Hát ez egy ilyen általam írt versnek a kezdő sora. Na, egy viccet véletével, de sziasztok!